Szigorítja a brit kormánya a terrorizmus miatt börtönre ítéltek próbaidőre bocsátásának szabályozását. Törvénymódosítást kezdeményezett, hogy ne szabadulhassanak automatikusan teljes büntetésük letöltése előtt. Ezt egy nappal azután jelentette be Robert Buckland igazságügyi miniszter, hogy az egy hete szabadult Sudesh Amman több embert megkéselt Londonban. A szakminiszter a parlamentben arról beszélt, a vasárnapi események sürgős fellépést tesznek szükségessé. A terrorista elkövetők ezentúl nem szabadulhatnak automatikusan, míg a börtönbüntetésük kétharmadát le nem töltötték, még akkor sem, ha ügyüket egy erre hivatott szakértői testület egy átfogó egyéni kockázatelemzés elvégzése után pozitívan bírálná el. A szigorítás azokra is vonatkozik, akik már megkezdték büntetésük letöltését. A vasárnapi már a második olyan támadás volt Londonban, amit büntetésének letöltése előtt szabadlábra helyezett terrorista követett el. Tavaly novemberben a terrorcselekmény előkészülete miatt 2013-ban 16 év börtönre ítélt Usman Khan két embert halálra késett, hármat megsebesített a Cityben, a London híd közelében, mielőtt a rendőrök agyonlőtték. A férfit 2018. decemberében helyezték próbaidőre szabadlábra.